Ideje elővenni a metsző ollókat, igaz, a különböző metszési munkák és a különböző növényfajok eltérő metszési módot és időpontot igényelnek. Ézsiás Antal agrármérnök elmondja, hogyan kell szakszerűen és időben elvégezni a metszést. Melyek azok a munkák, amelyekkel március elején kezdeni kell a kertészkedést? Erről kérdeztük Ézsiás Antalt. Hát gyakorlatilag a tél végén vagyunk, és még a tavasz ezután következik, az időjárás nem azt mutatja, de vannak munkák a kertben már ilyenkor. Ez a munka, amit most itt mutatok és próbálok róla beszélni, az a lemosó permetezést megelőző tevékenység, hiszen a fák a tavalyi év után ugye részben törtek ágak a termés miatt, esetleg vadkár is lehet rajta, de legnagyobb probléma az, hogy a úgynevezett beteg és moníliás fertőzött gyümölcsök azok vagy lehullottak, vagy a fán maradtak, és sajnos ez egy olyan kellemetlen dolog, hogy ha nem szedjük le, akkor az ott fertőz venni, és a permetezéseknek nagyon kicsi a hatékonysága. Ezért, ha ősszel nem, mert lomb miatt nem nagyon látszik, tehát ez nem olyan egyszerű, ilyenkor még a permetezés előtt, amikor az idő engedi, akkor le kell szedni. Hát ennek a leszedése az kicsi bonyolult, mert van, ahol ugye létrára kell menni, meg ha magas a fa, akkor is meg kell próbálni leszedni. És én most ezt próbáltam megmutatni, hogy ez egy nem szép látvány, és nagyon sokat látok jövet menet kertben, utcákon, hogy a fák tele vannak ezzel az úgynevezett monília fertőzött gyümölcsmaradvány, ezek az úgynevezett múmiák. A leszedett múmiákat össze lehet szedni és elásni, de a lemosó permetezéssel is megsemmisül. A megsemmisítés nem egyszerű dolog, hát ha sok van és az lehull, akkor össze lehet szedni, el lehet ásni. Gyakorlatilag megsemmisül úgy is, ha lehull és a lemosó permetezésnek a leve lényegében éri. Ezen kívül a nyáron levágott csonkokat az esztétika miatt el kell távolítani, a fennmaradt termést például a naspolya esetében leszedni, az idősebb fáknál a kérekkaporás is a tavaszi feladatok közé tartozik. Vannak olyan fák, amelyeken vannak ághibák, vagy nyáron kellett valamilyen beavatkozás, és csonkok maradtak. Ez részben esztétika, amit mutattam is, hogy ugye ilyen kalapakasztószerű csonkokat azért el szoktam távolítani, és vannak olyanok, amelyeken még termés maradvány, itt a naspolyán most éppen nem látjuk, de én látom, hogy van olyan termés, amit már nem tudtam leszedni az ősszel, mert hideg is volt, és még mindig ott van a fán, és még fogyasztható állapot. Ez egy olyan gyümölcs a naspolya, hogy ritka gyümölcs, sokan szeretik, és se a varjú, se semmilyen madár le nem eszi. Tehát itt gyakorlatilag, ha le nem szedjük, és erőszakkal le nem veszünk, akkor az rajta marad még 2 év múlva is. Hát lényegében ez egy bántás, de az idősebb fák, mint amit itt is, ugye én most próbáltam itt megmutatni, ezeknél vannak olyan teendők, amelyeket nagyon ritkán végzünk, én magam is nagyon ritkán végzek. A kérekkaparás, ami a megöregedett kérgeket, amelyek alatt a károsítók telepednek meg, ezeket kellene vagy lehetne leszedni, majd megmutatom ezt az eszközt is. Ezeknek a koronáknak az alakítása, tehát a ritkítása erősebb, vagy túlnőtt, vagy túl magas ágakat, ilyenkor már le lehet vágni. Egyébként a metszés az egy olyan jellegű tevékenység, hogy ha nem indokolt, akkor nem avatkozunk a fa életébe bele. Tehát amit konkrétan metszeni kell, azok a fiatal fák, ha még nem alakult ki az elképzelt ugye, ilyen termőfelület, vagy forma, akkor azon kell igazítani, de a következő, amik metszendők, azokat az őszi barackok lesznek. A korona átalakítást a fiatal fák esetében, ahol nem alakult ki a termőterületek, metszéssel kell szabályozni. Lényegében ilyenkor látszik az, hogy a fa milyen sűrű, vagy milyen ritka, vagy esetleg milyen ágat kell erősíteni, vagy hagyni, vagy éppen kivenni a sűrűből, hogy ne legyen nagyon. Elzárja a napfényt, ezen kívül nem éri a permetlé, és nem is érik olyan szépen a gyümölcs. A kertben a fák még pihenő szakaszban vannak. Más a kerti klíma, mint az otthoni. Ott már megindult a mogyoró, az orgona. Szerintem pihenő szakaszban vannak, én nem nézegettem különösebben. Mondjuk más ez a kerti klíma, mint az otthoni. Tehát már az is egy óriási különbség. Ott azért sok minden úgy néz ki, hogy már megindult. Tehát ott a
a mogyoró, az orgona, az már mindegy félrügyes állapotban van. Itt ezek nyugalmi állapotban vannak még, és az időjárás most szerencsére ilyen szempontból kedvez, mert nincs az a nagyon meleg, ami már 10-12 fok, ilyenkor már meleget jelent. És ha hamar megindul, és később, mint tavaly is volt egy ilyen nagyon gyors, erős leülés, akkor minden elfogyott. A gyümölcsfák után a málna metszése is következhet, tanácsolta a szakember.